15 éve együtt vagyunk, és hoztam neki egy Bátai képeslapot, mert ő imádja Bátát, és hogy az igazgatónak is a kedvét Csigázza, Bosnyinszki Mornak írták ezt a képeslapot. Én viszont neked szeretném odaadni. Köszönöm szépen. És köszönöm mindent. Vitéz Attila magángyűjtő jelképesen egy értékes képeslap formájában köszönte meg Kápolnás Mária történész munkáját. A részben nemzeti kulturális alaptámogatásából és a múzeum önköltségéből megvásárolt képeslapgyűjteményt történeti forrásnak is tekinti a múzeum igazgatója. A magángyűjtő a képeslapok üzeneteivel hátsó oldalával nem foglalkozott, azt nem kutatta. Nagyon nagy jelentőségűnek gondolom ezt a műtárgyvásárlási akciónkat, hiszen maga a képeslap egyrészt forrásértékkel bír. Tehát a rajta lévő ábrázolás, a kép, az adott települések, hiszen itt Tolna megyének szinte az összes települése felbukkan, gyakran százas nagyságrendben ebből az időszakban. Tehát olyan fotókat, olyan ábrázolásokat ismerünk, olyan épületekről, amik a mai nap, manapság már nem is feltétlen állnak, tehát helytörténeti jelentősége kiemelkedő. Fontosnak tartom azt, hogy ez idáig a múzeumunk újkortörténeti gyűjteményében kevesebb, mint 100 darab képeslap volt, ehhez képest ez a 2000 darab, ez óriási szám. Úgy gondoljuk, hogy a korszakban kiadott képeslapoknak ez a legalább a 80-90%-át jelenti. Másik része, ahogy a képeslapnak a hátoldalán lévő, hiszen ezt valaki írta valakinek, ennek az adott időszaknak a társadalom történetéhez is nyújt adalékokat. Maguk a képeslapok önmagukban nem feltétlenül kiállítási tárgyak, viszont pont a forrásértékük miatt, meg részbeni publikálatlanságuk miatt nagyon jó hasznot fognak hozni részben a feldolgozáson keresztül helytörténet számára, másrészt kiállításainkon ezek a képeslapok bizonyára meg fognak jelenni, akár háttérként, akár önmagába tárgyként. Egyébként hát az újkor történeti gyűjteményünket fogják gyarapítani. Vitéz Attila nagy energiát fektetett a képeslapok összegyűjtésébe. Megkönnyezte átadásukat, de annak érdekében, hogy ne kallódjanak el, úgy látta jónak, ha a múzeum gondozására bízza őket. Igen, én 2000-ben kezdtem gyűjteni egy barátom unszolására a képeslapokat. Azt mondta, hogy rakjam el, mert ezek régiek, és később többet érnek. Hát én ezt meg is fogadtam, gyakorlatilag egyből beleszerettem, bár ugye korábban azt gondoltam, hogy ez egy női sport, de aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy egyrészt helytörténeti dolgokról beszélünk, másrészt pótolhatatlan dolgokról, harmadrészt pedig ugye régen ez volt a kommunikáció egyetlen eszköze. Tehát ha egy család történetet meg akarom ismerni, akkor ahhoz kellettek a képeslapok. Ugyanúgy egy város, egy kis település történetét csak a képeslapok mutatják be. A kezdetekben ugye én nagyon sok helyre elmentem a képeslapok miatt. Pécsi vásár, régiségvásár, budapesti Bőrzék, rengeteg hely volt, ahol ugye ilyen régi tárgyakat értékesítettek, illetve hát külföldre is jártunk. Ugye a képeslapokat elküldték Magyarországról sok esetben külföldre, és ezeket utána kellett menni. Tehát beültünk az autóba, elmentünk egy régiségvásárba, és ott bizony találtunk. Majd jött az internet korszak, ugye olyan online piacterek, amik ma is működnek, és akkor innentől kezdve nem utaztunk, nem mentem én se sehova, hanem kiválasztottam otthon. Azt azért el kell mondanom, az jobb érzés volt menni és megtalálni, mint a neten keresgélni. Annak volt egy feelingje az utazásoknak. De ettől függetlenül azt mondom, hogy a gyűjteményem gerincét azt ez az online portálokon való vásárlás adta. Természetesen menet közben Szekszárdon kívül elkezdtem gyűjteni Tolna megye egyéb településeit. Ugye egy gyűjtő mindig belelkesül, így én is, de gyönyörű, de szép, különleges, ritka, sosem láttam, és így magamat is belegerjesztettem abba, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, hogy több száz képeslapom van, ugye ezeket elkezdtem utána szépen rendezgetni, dobozba őrizgetni, és akkor jött az a gondolat, hogy ugye másnak is meg kéne mutatni ezt, és ekkor született az első könyv, és annak a sikere tovább vitt azon az úton, hogy ezt gyűjteni kell. Aztán pedig eljött az a pillanat, amikor olyan sok lapon volt, hogy el kellett gondolkozni azon, hogy mi lesz ezekkel. Ugye itt most 2000 lapról beszélünk, ami 2020-ban igen nagy számot jelent, mert ha ezt ma valaki össze szeretné rakni, ez a lehetetlenne legyen értékű. Viszont azt is látni kell, hogy egy ilyen képeslap gyűjteménynek
nagyon sok kutatási területet még felvet, amit én már nem tudok elvégezni. Magyarul nem szerettem volna, hogy ez befejezetlen legyen, és azt sem szerettem volna, hogy szétesik a gyűjteményem, tehát magyarul, hogy tovább értékesítek bizonyos lapokat ebből, és így jött ugye a múzeum. És akkor, hogy mi volt előbb, ki akarta jobban, múzeum is szerette volna, meg én is szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön ez a gyűjtemény. Tehát ma az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír azért, mert 20 év gyűjtését kvázi ezzel abbahagytam, nevet pedig azért, mert úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, és valószínű a múzeum meg fog engedni, hogy néha majd megnézzem. A Wosinski Mór megyei múzeum újkor történeti gyűjteményében ez idáig kevesebb, mint 100 darab 1945 előtti Tolna megyei vonatkozású képeslap volt megtalálható. A megvásárolt 2000 darabot számláló képeslapgyűjtemény így a múzeum legjelentősebb műtárgyvásárlása az elmúlt évtizedből.